második liga hetedik fordulójában a táblázat első két helyezettje és két eddig veretlen csapat, Komárom és Szapolca mérte össze erejét. Nagy rangadóra volt kilátás, rekordlétszámú, 1431 néző volt a lelátókon. A csapatok tettek róla, hogy nagyiramú, élvezetes mérkőzést lássanak a szurkolók. A hazai csapat első gólját a 30. percben állítólagos les miatt nem adta meg a bíró, de a félidő végén 1-0-ra mi vezettünk. A második félidőben még 3 gólt láthattak a nézők, 2 értékesített büntetőt mindkét oldalon, de a hazai 3-1 arányú győzelmet a 73. percben elért gól jelentette. A komáromi csapat a táblázat élére ugrott. Magyar Fórum néven új pártot alapít Simon Zsolt parlamenti képviselő, egykori mezőgazdasági miniszter, aki azelőtt a Magyar Közösség pártja, illetve a Híd tagja is volt. A bejelentést a múlt hét szombatján a Tiszti Pavilon dísztermében megtartott sajtótájékoztatón tette meg. Szavai szerint céljuk, hogy még az idén összegyűjtsék a pártalapításhoz szükséges 10 000 aláírás. Elégedetlenek vagyunk azzal, ami ma Szlovákiában történik, és változtatni szeretnénk rajta. Nemzedékváltásra van szükség, ez a csapat nagyrészt fiatalokból áll, akik eddig nem politizáltak, viszont a maguk szakterületén már bizonyítottak, nyilatkozta az újságíróknak Simon Zsolt. Több év kihagyás után újra van női labdarúgó csapata a KFC klubnak. A bajnokságban első mérkőzésüket idegenben 4-1 arányban megnyerték. A hazai bemutatkozó első mérkőzésükön viszont azt a Dubravka csapatát fogadták, amelyik a bajnokság nyugati csoportjának évek óta a legerősebb együttese. Újonc csapatunknak csak az lehetett a célja, hogy minél jobban helyt álljon erősebb ellenfelével szemben. A 4-1 arányú vereséget elfogadhatónak tartotta ifjabb Nagy Jenő edző is. Mint megjegyezte, ez az első év tanuló év lesz, hogy majd később fel tudják venni a versenyt a többi csapattal.